Hatalmas kráter tátong a mecsek szívében, hosszú heténytől nyugatra. Az elhagyott külfejtési gödör legnagyobb szélessége az 1 kilométert is meghaladja. A látvány egyszerre gyönyörű és misztikus, ugyanakkor félelmetes és elgondolkodtató. A megsebzett hegyoldalakkal szerte a mecsekben ott hagyta már a nyomát az ember. A roppant meredélyeken az idő múlásával itt-ott megjelenő vegetáció jelzi, hogy a természet előbb-utóbb visszaveszi a magáét. Fák, bokrok vernek gyökeret az elhagyott bányák romossá vált épületeinek tetején is. Léteznek azonban olyan tájsebek, ahol az élet komplexebb formában is megjelenik. Ezek pedig a mecsek gyönyörű és vadregényes bányatavai. A mecsek megkapó látnivalókban kifejezetten gazdag hegység, ám természetes állóvizei nincsenek. Ezt a hiányosságot pótolja az 1960-as évek elején született terv egy tórendszer létesítésére. A tervezést TET követte, így születtek meg a mecsek északi lábánál, Orfű határában, a mai napig oly népszerű tavak. Közülük a legnagyobb a Pécsi-tó, amely az egész hegység leghatalmasabb állóvize is egyben. Az Orfűi tórendszer tavai szinte minden szórakozási igényt kielégítenek. Található itt madár- és halrezervátum, több kilométer hosszú vízfelszín a kajak- és kenusportok szerelmeseinek, de vannak strandok és kiépített horgászhelyek is szép számmal. A Pécsi-tó partja időről időre koncerteknek, fesztiváloknak ad otthont. Akadnak azonban olyan állóvizei is a hegységnek, amelyek egyfajta melléktermékként keletkeztek, elsősorban az elhagyott bányagödrök, meddőhányók területén.
Kialakulásukban az esővíz, valamint a felszíni és föld alatti források játszanak döntő szerepet. Ilyen mintegy 260 méter hosszú és helyenként 80 méter széles tó húzódik Pécs közelében, István-akna szomszédságában. Szépsége rabulejtő, ám a bányatavak veszélyességét nem lehet eléggé hangsúlyozni. A felhagyott fejtési gödrök rendkívül mélyek lehetnek, a sekélyebb részeken pedig éles tárgyakba, gépek maradványaiba, drótkötelekbe ütközhet az óvatlan úszó. A part meredeksége a víz alatt is folytatódik, és a felszín közeli vízhőfokhoz képest csupán másfél méterrel mélyebben akár 10 fokot is zuhanhat a hőmérséklet. Az ehhez hasonló állóvizek kiszámíthatatlanságát csábító szépségük csak tovább fokozza. A látvány idilli, ám ez nem üdülőhely. A vízzel telt fejtési gödrök jó alapot szolgáltatnak a halszörnyekről szóló legendáknak. Nem minden esetben ugyan, de gyakorta ezek a tavak alkalmatlanok nagy testű halak életfeltételeinek fenntartására. Az idősebb, sekélyebb bányatavakban, ott, ahol az üledék felszaporodott és az idők folyamán feldúsultak a különböző szerves anyagok, a víz a természetes tavakéhoz hasonlóan átlátszatlanná válik, míg a fiatal bányagödrökben a látótávolság gyakorta a kristálytiszta tengeri lagúnákéval vetekszik. A mecsek bányatavainak közös jellemzője az inváziós halfajok erőteljes jelenléte. A szívós betolakodók jól viselik a nádasok, a sekély partmenti szakaszok hiányát, vagy a nagyon tiszta, táplálékszegény vizet. Elsősorban a horgászok illegális betelepítéseinek következtében őshonos vagy nemesített fajok is felbukkanhatnak a bányatavakban. Gyakran előfordul például a tőpontyok, tükröspontyok esetében, hogy bár a behurcolt példányok nem pusztulnak el a mély és hidegvízű bányagödrökben, a partmenti, vízi növényekben gazdag sekélyesek hiányában szaporodni már nem képesek. Sikeres túlélőnek bizonyult a mecsek néhány bányatavában az az 5-6 cm hosszú kishal, amely a nyári záport követő égi jelenségről kapta a nevét. Az elnevezés nem túlzó, a szivárványos öklénél alig ha van színpompásabb hal a magyar vizekben. A nőstények nem feltűnőek, ám a hím a nász idején, ami igen gyakran már április elején kezdetét veszi, valóban a szivárvány minden színében tündököl. Ez az őshonos halacska a víz minőségére nem különösebben kényes. Jól megél az oxigénben szegény mocsarakban, lassú folyóvizekben, víztározókban, bányagödrökben egyaránt. Van azonban egy élőlény, amelynek jelenléte nélkül a szivárványos ökle nem képes fennmaradni. Ez pedig a kagyló.
A szokatlan kötődés oka, hogy amikor eljön az utódok nemzésének ideje, a nőstényökle a kagyló gondjaira bízza az ikráit. Ehhez egy igen hosszú, akár a saját testhosszát is meghaladó tojócsövet növeszt. A tojócső segítségével aztán mintegy beinjekciózza a kagyló lemezei közé az ikrákat. Ez a kísérlet most nem sikerült, nem árt ugyanis, ha a kagyló nyitva van a művelet során. A szaporodási vágy napokig tartó mámorától hajtva azonban a párok addig próbálkoznak, amíg erőfeszítéseiket siker nem koronázza. Az ikrás halnak jól kell időzítenie. Amikor ugyanis a kagyló megérzi a tojócsövet, összezárja a lemezeit. A nősténynek tehát még időben vissza kell húznia azt. A kagylóba rejtett ikrákat a hím megtermékenyíti, amik azután ott is maradnak a biztonságos rejtek helyen, amíg az ivadékok egy szép napon el nem hagyják a kemény páncélzatú pótszülőket. A szivárványos ökle utódai ezután önálló életet kezdenek. Jól viseli akár a kifejezetten mostoha körülményeket is az Ázsiából származó és Európában inváziós fajjá lett kínai raszbóra, amely a szemétől a farokúszóig húzódó sötét csíkról ismerhető fel legkönnyebben. Ez a jegy az idősebb példányokon és a hímeken már nem látható, megmarad azonban a fűzfa levélhez hasonló alak, amiről viszonylag könnyedén felismerhető. A maximum 10-12 cm-es hal alkalmazkodó képessége messze felülmúlja a rivális őshonos fajokét, így túlzott elszaporodása esetén veszélyt jelenthet azok számára. Bár sikerességét elsősorban igénytelenségének köszönheti, megállíthatatlannak tűnő terjeszkedését emberi hiba okozta. Hazánkba az 1960-as években a busa és az amur honosításának idején jutott el azok ivadékai közé vegyülve. A kínai raszbóra ezután villámgyorsan elüzöllötte az ország vizeit, folyókat, tavakat, helyenként még a szennyvíz csatornákat is. Sikerének másik oka a szaporodási szokásaiban rejlik. A tavasz beköszöntétől egészen őszig szinte folyamatosan ikrázik. A kövekre, sziklarepedésekbe, kagylóhéjra rakott ikrákat a hímhalak álhatatosan védelmezik. Az ikrákból kikelő utódok igen fejlettek, már a második naptól önállóan táplálkoznak.
Az ikrák gazdag tápanyagforrást jelentenek a legtöbb hal számára, így a védelmet ellátó hímnek bőven akadt teendője, a saját fajtársaival szemben is. A kis területen csoportosuló apró halak gyakorta felkeltik a csukák, sügérek, kígyók figyelmét. Jellegzetes lakója a bányatavaknak egy másik jövevény is, az Észak-Amerikából származó naphal. Története a rasboráéhoz hasonló, terjeszkedése szintén megállíthatatlannak bizonyult. Magyarországra 1905-ben jutott el, és mára a gyorssodrású hegyi patakok kivételével mindenütt közönségessé vált. Az általában álmosnak tűnő, lassú, megfontolt viselkedésű naphalak május végén, június elején hirtelen megváltoznak. A színpompás hímek egy kicsi, legfeljebb tányér méretű területet kezdenek védelmezni ádáz eltökéltséggel. Ez a terület rejti ugyanis a nőstény naphal ikráit. A hím úszói intenzív mozgatásával áramoltatja a vizet az ikrák felett, így biztosítva azok jobb oxigénellátását. A parányi territóriumok szinte összeérnek, így a sorozatosan kipattanó konfliktusok úgy szólván elkerülhetetlenek. A riválisok elrettentéséhez általában elegendőnek bizonyul a fenyegető testtartás és a kopoltyúfedél szélesre nyitása. A naphalak között azonban nem ritka a durva, tetleges összecsapás sem. Az apró halacska nem mérlegel, amikor az utódok védelméről van szó. Nem csak a fajtársait, de bármit megtámad, ami a lefoglalt terület közelébe kerül. A szó szoros értelmében az élete árán is megvédi a halbölcsőt. A hím feladata nem ér véget a kis halak kikelése után sem. Az apróságok néhány napig a fészekgyanánt funkcionáló mélyedésben maradnak, így a felnőtt állat tovább őrzi azokat. Csapatban érzi jól magát a vörös szárnyú keszeg. Egyes bányatavakban élő példányok úszóiban szinte egyáltalán nem látható a vörös árnyalat. Ennek oka nem pontosan ismert. Egy elmélet szerint a jelenséget hiánybetegség okozza. A vörös szárnyú keszeg majdnem valamennyi mecseki bányatóban megtalálható.
A vörösszárnyú keszegekhez hasonlóan gyakori lakója a bányatavaknak egy tipikus ragadozó, a sügér. Ez a hal amúgy sem gyarapodik 3 kg-osnál nagyobbra, a meddőhányok gödreiben azonban gyakorta kifejezetten elsatnyult példányai élnek csupán. Ezek a törpesügérek előszeretettel vegyülnek más, apró testű halak rajai közé. Amikor a nyár elmúltával csökkenni kezd a hőmérséklet, ezek a kis halak a mélyebb vizek felé húzódnak, és a partmenti sekélyrészek elnéptelenednek. A fenti világban is változás kezdődik. Ahogy csökken a napsütéses órák száma, a fák fokozatosan leállítják a levelek zöld színét biztosító klorofil termelését, így más vegyületek kerülnek túlsúlyba. És októberre ragyogó, színpompás, őszi ruhát ölt az erdő. A sárgában, vörösben pompázó lombkorona csak még vonzóbbá teszi azt a mintegy 100 méter hosszúságban elnyúló bányatavat, amely az ország egyik legnagyobb tájsebének, a Karolina külfejtésnek szomszédságában húzódik. A tavat egykor a közelben zajló ipari tevékenység során esetlegesen fellépő tüzek megfékezése céljából létesítették. A gyönyörű környezetben megbúvó, erdővel körülölelt tározó mára egy természetes tó benyomását kelti. A partja nem szakadékos ugyan, de a víz széléig nyúló domboldalak meredeksége miatt a közvetlen vízpart 80-90%-a járhatatlan. A tó elkeskenyedő végében halott fák törzsei dacolnak az idővel, rendületlenül. Ahogy múlik az idő, a színes lombkorona lassan fogyatkozni kezd. A vízbe hullott leveleket a nagyobb tavak esetében a hullámzás a partmenti sávba tereli. A kis területű, erdővel körülvett állóvizeknek azonban akár a teljes vízfelületét is beboríthatja az avar. A nagy mennyiségű lebomló levél a tó nagyságának és mélységének függvényében komoly befolyással bír az állóvíz élettani folyamatainak alakulásában. Ahogy egyre inkább elrejti a víz alatti világot a tavakba hulló szerves anyag, úgy nő napról napra a látótávolság a fák csupaszodó ágai között. Még lombhullás után is nehezen fedezhető fel az ágak között a macskabagoly. Sávos rajzú tollazatával jól beleolvad a környezetébe. Szüksége is van erre a védelemre,
mert bár ő maga is nagy testű ragadozó madár, időnként héják, őjvek vagy az uhu áldozatául esik. Nevét arról a nyávogásra emlékeztető hangról kapta, amit szürkülettől hallat előszeretettel. Ez a kifejezetten éjszakai életmódra berendezkedett madár napközben általában inaktív, bár a költési időszakban nappal is vadászik. Nagy, előrenéző szemei, ellentétben a legtöbb európai bagolyéval, nem sárgák, hanem egészen sötét barnák. A baglyok röpte teljesen hangtalan. Ez alól a macska bagoly sem kivétel. A nesztelen támadást dús és puha tollazata teszi lehetővé. Az embernél 10-szer jobb hallásával nagy távolságból is észleli a rágcsálók neszezését az aljnövényzetben. A macskabagoly pusztán a hallására támaszkodva is képes a sikeres vadászatra. A nappali órákat az odujában vagy az ágak rejtekében szunyókálva tölti. Időnként álmosan körülnéz, ezt leszámítva azonban hosszú órákon át szinte mozdulatlan maradhat. A macskabagoly zsákmányának többségét egerek, cickányok, fiatal nyulak képezik, de a madarak sincsenek biztonságban tőle. Potenciális zsákmányt jelent a citromsármány is. A kismadár élénk színezetű ugyan, ám néhány méter távolságból már leginkább őszi falevélnek tűnik a kopaszodó ágak között. A baglyok ellen azonban ez nem elég hatékony védelem. A citromsármány ezért elsősorban télen rajokba tömörül. A sok madár között ugyanis a ragadozó jóval nehezebben tud egyetlen példányra koncentrálni. Ezzel nő tehát az egyed életben maradási esélye. Mivel a sármánya a hideg évszakokat hazánkban vészeli át, így a táplálékát tekintve nem válogatós. Magokat, bogyókat, rovarokat egyaránt fogyaszt. Télvíz idején növényi diétára áll át az egyébként rovarokkal táplálkozó őszapó is. Sem a sármányok, sem az őszapók nem kötődnek ugyan szorosan a vízhez. Az erdővel, bozótossal szegélyezett bányatavak partján mégis gyakorta megfigyelhetők. Az idő múlásával az állatoknak már nem csak a szűkös táplálék felkutatásával kell megküzdeniük. Új ellenség lép a színre. A fagy.
Decemberben jég borítja be annak a vadregényes bányatónak a felszínét, amely a mecsek délkeleti előterében, a Geresdi-dombság területén húzódik. A Geresdi-dombság földtani értelemben az úgynevezett Mórágyi rög része, amelynek kőzetanyaga túlnyomórészt gránit. Ezt a gránitot kezdték el kitermelni az 1880-as évek végén külfejtési, robbantásos technológiával. A bánya legmélyebb szintjétől a csapadék és talajvizet csak állandó szivattyúzással lehetett távol tartani. Amikor a mélyszinti művelést felhagyták, a víz feltöltötte a területet, és kialakult a tájegység legvarázslatosabb bányatava. Az erdősmecskei gránitbányató vitathatatlanul szépséges, ám de a szó szoros értelmében vett tájsebb. A tó egyik partját több háztömbnyi magasságú függőleges sziklafal szegélyezi. Télen a bányatavak talán még veszélyesebbek, mint máskor. Amikor lehull a hó, a zsombékok, nádasok hiánya miatt a jégpáncél alá rejtett tó észrevétlen maradhat. És egy mélyen fekvő, hóval borított, jókora mélyedésnek tűnhet csupán. Az élet takaréklángra kapcsol, és a komor bányagödrök fölött gyakorta vadszelek járnak. Tavasszal az élet ismét birtokba veszi a tópartokat, és a múlt sebb helyei újra szebbik arcukat mutatják a világnak. A víz csak lassan követi a fenti világ emelkedő hőmérsékletét, és amíg odalent a mélyben még mindig a tél az úr, a zord gránit falak körül áprilisban viharos gyorsasággal veszi át a hatalmat a zöld. Az idő múlásával a madárcsicsergés közé mind gyakrabban vegyül a kakukk jellegzetes hangja. Egy nagyon keskeny partisávban, ahol egyáltalán esélye volt megtelepedni, kihajt a gyékény.
Az egykori bányagödrökben, meddőhányók aljában gyakorta már azelőtt megtelepedik a növényzet, hogy a víz elöntötte volna a területet. Ez az oka, hogy itt-ott halott fák ágai kandikálnak ki a vízből. A tavat szegélyező méltóság teljes sziklafalon, a gyérvegetációt nem számítva, első pillantásra nem látni az életnyomát. Pedig a gránittömb igazi ritkaságot rejt. 1997-ig több mint 30 éven át nem költött Magyarországon a föld leggyorsabb állata, a vándorsólyom. A sziklafal egyik kiszögelésében e kecses ragadozó két bumfordi fiókája várja a szülőket. A vándorsólyom nem épít fészket, tojásait egyszerűen csak lerakja egy alkalmasnak ítélt zugba. Kikelésük után a kis sólymokat fehér pihés tollazat fedi. A fiókák etetésében mindkét szülő részt vesz, a táplálék beszerzéséhez a felnőtt madarak akár 20 kilométeres távolságot is megtesznek. A fészekként funkcionáló sziklapárkány tisztán tartásáról maguk a fiókák gondoskodnak oly módon, hogy ürüléküket igyekeznek minél nagyobb ívben elspriccelni. Magyarországon a vándorsólyom elsősorban a házi galambot, seregét, cinegét, megyvágót, rigóféléket, tehát a repülő madarakat tizedeli, de alkalomattán elejt nagyobb rovarokat, rágcsálókat, denevéreket is. Bár a galambászok ennek érthető módon nem örülnek, hazánkban is a sikeresen költő vándorsólymok száma évről évre növekszik. Furcsa módon az ipari tevékenység során keletkezett tájsebek, a meredek meddőhányókkal, sziklafalakkal hozzájárulnak a villámgyors légivadászok állományának gyarapodásához. Májusban a tópartokon a madárhang mellé békák szerenádja vegyül. Gyakori lakója állóvizeinknek a tavi béka, a kis tavi béka, és e két faj hibridje, a kecske béka. Érdekes módon ez a hibrid csak az egyik szülőfaj kromoszóma készletét termeli, a másik felszívódik. A kecske béka azonban könnyedén visszakereszteződik bármelyik szülőfajjal, így a hibridizáció fenntartható. Tavasszal a szerelemittas békák hanghólyagjaik felfújásával messzire hallatszó, mekegésszerű hangot adnak, amely különösen napsütéses, szép időben szinte minden más hangot elnyom az állóvizek mellett. Mivel a kecskebéka megjelenésében átmenetet képez a tavi és a kis tavi béka között, ezért egyértelmű elkülönítése alaktani bélyegek alapján gyakorlatilag nem lehetséges. Ahogy múlik az idő, a vándorsólyom fiókák egyre inkább a szülőkhöz válnak hasonlatossá. Krémes-fehér pihetollaik fokozatosan kihullanak, helyüket felváltja a felnőtt madarakra jellemző szürke tollazat. A gyorsan cseperedő ifjak mind gyakrabban próbálgatják szárnyaikat. Az első repüléshez minden ügyességükre szükségük lesz, hiszen alattuk a tóvize fodrozódik, mellettük és a fészek gyanánt szolgáló sziklapárkánnyal szemben magas falak tornyosulnak. Ha hibáznak a kirepülés során, az életükkel fizetnek. A fiatal vándorsólymok 50-60%-a pusztul el az ivarérettkor elérése előtt. Thank you.
Bár a bányatavak medre gyakran igen mély, a sorsát végül egyetlen tó sem kerülheti el. Pusztulásuk ütemét, gyorsaságát több tényező befolyásolja. Megtörténhet, hogy az állóvizet tápláló patak vagy forrás valamilyen okból megváltoztatja az irányát, és a vizet többé nem jut el a tóba. A feltöltődés oka organikus eredetű is lehet. A tóban virul az élet. Ez azonban az elpusztult növények és állatok révén mind több üledék felhalmozódásával jár. A vízi növényzet túlszaporodik, és a tó lassan úgynevezett fertővé, majd mocsárrá, végül láppá alakul. Az organikus feltöltődés jó példája a 2000-ben bezárt mélyművelésű szénbánya, Zobák Akna egykori meddőhányójának aljában húzódó tó. Az apró vízi világban és a tóparton hemzsegett az élet. Hüllők, kétéltűek, halak népesítették be a tavat. A víz azonban egyre sekélyebbé vált. A felszínt lassan eluralta a békalencse. Manapság a méteres bűzlőiszap felett alig 10 cm-nyi víz húzódik, vastag, zöld, élőszőnyeggel borítva. Idővel ez is eltűnik majd, és a tónak csak az emléke marad. Pécs-Somogy község határában, az egykori Rükkerakna szomszédságában húzódik az a körülbelül 100 méter hosszú és 60 méter széles eldugott bányató, melynek két társa is akad egy 500 méter sugarú körben. Hivatalos neve nincs. Egyesek Rükker felsőtó néven, mások a közelben fakadó forrás neve után Andor lakitóként ismerik. A partján vízkedvelő füzek, égerfák sorakoznak. Bár a tó korábban is szélsőséges vízállású volt, egészen az elmúlt évekig ezeknek a fáknak a törzsét az év nagy részében víz borította. ...2015-től azonban állandósulni látszik az az állapot, amelynek eredményeképpen a visszahúzódó víznyomán láthatóvá válik a fűzfák szoknyaszerű, úgynevezett járulékos gyökérzete. A meder szárazra került részeit gyorsan eluralja a vegetáció. A tó természetes állóvízbenyomását kelti, élővilága gazdagnak mondható. 20 évvel ezelőtt megtalálható volt itt a Magyarországon ma már ritka és veszélyeztetett fajnak számító széles kárász. Jelenléte a tóban mára erősen kétségessé vált. Az egyre inkább apadó vízszint és a partot övező erdős terület látványos zsugorodása ellenére az Andor lakitó még őrzi vadregényes arcát.
Filmünk a Mecsek bánya tavainak világát mutatta be. Olyan világokét, amelyek nem tartoznak hozzá a hegység természetes képéhez. Tájsebeket, amiket már a birtokba vett az ezerarcú élet. A nagyipari tevékenység nélkül a meredek sziklafalakkal övezett tavak helyén rétek vagy erdővel borított lankás domboldalak húzódnának. Az ember azonban másként rendelkezett, és a beavatkozása nyomán születtek ők, a szépséges sebb helyeink.